Letartóztatták Yoshie Smiley-t sorozat színészt, amiért megrendezte támadását, és amiért hazudott a rendőrségnek. Ahogy azt a Blick is megírta, a meleg sorozat színész vélhetően kirekesztő támadás áldozata lett január 29-én Chicagóban. Yoshie Smiley akkor este vacsorázni ment az egyik barátjával, és éppen hazafelé tartott, amikor a támadás érte őt, a támadók rasszista és homofób megjegyzéseket kiabáltak oda Smollettnek. Úgy tudni, megverték, leöntötték fehérítővel, majd kötelet hurkoltak a nyaka köré. Új információk alapján azonban úgy tűnik, a 36 éves sorozat színész, aki az Empire című sorozatban is szerepel, maga rendelte meg a támadást, ami nagy sajtóvízhangot kavart. A nyomozás előre haladtával az ügy egyre gyanúsabb lett. A feltételezett elkövetőket, Ola Binyo és Abimbola Osundairót elfogták. A testvérpár azt vallotta, Smiley-t fizette le őket, hogy vegyenek hipót, kötelet, sapkát, majd verjék meg. Smollett ügyvédei persze tagadták, hogy a támadás megrendezett lett volna, a Daily Mail most arról ír, hogy Yoshie Smollettet valamikor szerda este és csütörtök reggel között letartóztatták a hamis rendőrségi bejelentés, a rasszista, homofób támadás megrendezése miatt, és azért is, mert hazudott a rendőrségnek. Egy héttel az állítólagos támadás előtt egy fenyegető üzenetet is küldött magának az Empire stúdiójába. Azonban Smiley állítja, ártatlan.